Az igézőben folytatódott a Parnasszus kortárs apostolai irodalmi est sorozata, amelynek első rendezvényeit az Égisz Kultúráért és Művészetért Alapítvány és Takács Tamás irodalomtörténész egy évtizede szervezte meg Székesfehérváron. A sorozat idei első estjén Fazekas Sándor műfordító irodalomtörténész grandiózus vállalkozását mutatták be az érdeklődőknek. Shakespeare mindig aktuális szerintem, úgyhogy nagyon örülünk, hogy újra be tudjuk mutatni. Egyszer már ugye bemutattuk itt az igézőbe, de rengeteg olyan kérdés felmerült, akár kommentekbe a Facebookon, vagy egyéb közösségi média felületeken, amelyek még megválaszolásra várnak, és ezt szeretnénk a közönségnek bemutatni. Az izgalmas előadás keretében az irodalombarátok megismerhették Fazekas Sándor misszióját, aki megőrizve a Szabó Lőrinci eszmét újrafordította Shakespeare 154 szonettjét és irodalomtörténeti alapossággal helyezte kontextusba a verseket. Valóban versként Szabó Lőrincnek a művei azok teljesen örökérvényűek, tehát a magyar irodalomnak a legszebb szerelmes költeményei közül valók, viszont hogyha összevetjük az eredetivel a tartalmát a szövegnek, akkor azt láthatjuk, hogy az újabb Shakespeare kutatások fényében már másképp látjuk azokat a szövegeket, és így aztán tudunk egy pontosabb fordítást létrehozni, mint a Szabó Lőrinci változat. Ezt számos példával lehet szövegösszevetéssel igazolni. Az igézőben találkozhattak az érdeklődők a könyvel és a fordítóval, illetve részesei lehettek Shakespeare apropóján annak a beszélgetésnek, amelyben a fordítói dilemmákat, a nyelvi korlátokat, a nagy művek lefordíthatatlanságát elemezték.